Kedves GameStar televízió nézők, ez itt a GameStar 2012. januári adása, már kimondani is rossz, hogy már 2012 van a kerekasztal. Hát miért jó kimondani? Teljesen jó kimondani. De miért 2012 ilyen kimagasló év lesz, hogy ilyen jó év lesz? Nekem elég magasak az elvárásaim vele szemben. Ja, igen, mert várja a pandákat. Pandákat. Erről majd beszélünk később. Most egy kicsit más témáról van szó. December 16-án Japánban megjelent a PS Vita a boltokban. Sokan várták már Európában is ezt az alkalmat, ugyanis állítólag nem lesz régiókódolt a konzol. Nem tudom, hogy erről ti hallottatok-e, vagy tudtok-e. Én ezt csak ilyen pletyka szinten hallottam. Első héten 320 ezer eladott példány, második héten 70 ezer. Járjuk körbe ezt a jelenséget, mert 70 ezer az azért is kevés, mert azon a héten a sima PSP-ből többet adtak el. Hát azt lehetett hallani, hogy bagos a lelkem, lefagyások, stb., úgyhogy nyilván ez azért jelentősen közjátszott a dologban. Hát nyilván szoktuk mondani, hogy első generációsat semmiből, meg ilyenek, ugye van, szoktunk így károgni. Hát azért mondjuk a Sony-nál azért jobbra számítottak az emberek, mármint hogy nem úgy értem, hogy jobbra, hanem bugmentesebbre. Hát kíváncsian várjuk, hogy ebből azért vissza tudnak-e még jönni. Ez főleg azért fura, mert ugye a 3DS ugyanígy indult, amikor elindult, tehát ugyanilyen problémák, hogy kevés volt hozzá a játék, meg gondok, bajok voltak, nem figyelték, vagy nem tanultak belőle, szerintetek? Nekem van mikrofonom, igen, közben eszembe jutott. Szerintem nem a bug volt a lényeg, tehát ezek inkább ilyen elszigetelt események voltak, tehát nem lehet azt mondani, hogy az összes 320 ezres vitának mindegyikének lefagyott volna, vagy bármilyen problémája lett volna. Néhányan volt probléma, ez így van, szerintem azokat a Japánban abszolút ki is cserélték, úgyhogy ebből nincs probléma. Ami szerintem gondot okoz, az a nagyon-nagyon magas ár. Tehát ez még egy jóléti társadalomban is, hát azért meggondolják az emberek, hogy kifizessenek-e ennyi pénzt egy kis kézi konzolért. Gyakorlatilag egy majd 100 ezer forint körüli ára gondoljunk. 100 ezer forint, igen. Erről van azért szó. Azért az nagyon durva, belegondolsz, hogy meg tudnád venni a két jelenleg ugye legáltalánosabb konzolt, az Xboxot, meg a PS3-at is meg tudnád venni 100 ezer forintért. A kettőt együtt. Igen, a kettőt együtt, igen. És ez meg azért mégiscsak egy handheld, még akkor is, hogyha mondjuk jelenleg talán a legújabb és a legjobban technikával van összerakva, akkor is. Ennek ellenére mégis az első hét után a Sony azt sugalmazta ilyen sajtóközleményekben, hogy siker, 320 ezer. Neki ez a dolga. Nagyon jó, micsoda fantasztikus szám, és akkor egy hétig az listák elején voltak, és nagyon drasztikus a visszaesés, tehát 320 ezerhez képest 70 ezer az azért. Tehát ebből még PS3-ból, Wii-ből, mind a két kis Nintendo-s kézi konzolból, meg PSP-ből is többet adtak el. Tehát mondjuk hozzá kell tenni, hogy a második hétben azért ott volt a karácsony is. Tehát szerintem karácsonykor a japánok se rohannak be a boltba megvásárolni. Tehát úgy karácsony, hogy fizikailag a december 24-e, 25-e, amikor ugye nem voltak nyitva a boltok. Pontosan. Mennyire vagytok ti elégedettek így első látásra? Nem volt a kezünkben ilyen készülők, tehát ezt tegyük hozzá, de egy első látásra azzal a szoftver kínálattal, ami van, tehát a szokásos Wipeout és társai, ami minden Sony konzolon elsőként kijön, és szerintem használhatatlan játék, de lehet, hogy valaki szereti. Mit gondoltok, ez segíthet még a konzolon, vagy ez eleve egy determináns dolog, hogy ilyen kevés szoftver van, akkor meg fog halni a dolog? Hát jobb lesz majd, ez nőni fog az adás, mondjuk ebben biztos vagyok, de egyet értek veled, tehát ez a felhozatal, ez annyira nem érdekel, hogy nem tudom elmondani, tehát inkább mobiltelefonon játszom, vagy nem komolyan mondom, tehát ez annyira gyér szerintem. Egyébként tökéletes volt ez a gyér fogalmazás, én is ezt a szót kerestem egyébként. Nem mit gondolsz erről, Mocsi? Nem mondanám azt, hogy gyér. Tehát, hogyha belegondoltok, azért csak ott van egy új Uncharted, ami hát majdhogy nem már megközelíti a PS3-as színvonalát. Tehát azért az egy nagyon nagy húzó név. Igen, persze ott vannak a szokásos töltelék címek a Vitához, de rendkívül sok ilyen nagyon-nagyon jó pofa, nagyon ötletes kis játék is van, ami tökéletes a Vita képességei, illetve azokhoz a játékokhoz, amire a Vitát tervezték. De ez felvett egy érdekes kérdést, hogy vitatkozzak ugye, hogy amiről beszéltünk, az ár, hogy azért viszont nem biztos, hogy 100 ezer forintos konzolnál én kis aranyos jó pofa dolgokkal akarok játszani. Az Uncharted-a egyetértek, mondjuk az tényleg egy nagy név, pláne aki szereti, de azért mondom még egyszer, tehát azért ilyen ár mellett nem biztos, hogy ez olyan jó hangzik nekem. Igaz, meg idősebb is vagyok, hogy ugribúj játékokkal játszok, nem tudom.
Mennyire versenyezhet a vita? Ugye ez a másik nagy kérdés, és az régóta már fennáll, mert a 3D-es megjelenésekor is fennállt, hogy a mobiltelefonokkal, az egyre erősebb mobil nyomulással mennyire versenyezhet? Nagyon kemény a piac. Nagyon kemény a piac, és a vita igenis nagyon keményen meg lesz szorítva. Tehát a vitának ki kell használnia az erejében lévő potenciált, és ténylegesen az olyan játékok irányába tehát igenis, kell tehát igenis, HC játékokat kell rá csinálni. És a HC játékot el lehet adni. Tehát azt azért látjuk, hogy nem csak abban van a pénz, hogy az Angry Bird-öt letölti valaki, vagy pár forintot kiad egy hasonló kaliberű játékért. Igenis az emberek hajlandók mélyen a zsebükbe nyúlni egy igen, igen jól kivitelezett játékért. Tény is való, hogy meg kell nézni, hogy van-e ekkora potenciál a Vitába, fejlesztenek ennyi jó játékot. Szerinted ez piaci előnyt jelentett, hogy a Vita hardware most még aránylag gyorsabbnak számít, mint a mobiltelefonoké? Mert ugye a gyorsan cserélődő mobiltelefon generációk hamar utol fogják szerintem érni. Szerintem nem olyan nagy előny, az abszolút nem látom bele. Nem, ez amúgy is ugye tudjuk már régóta, hogy sokszor nem is hardware, hanem software függő egy kérdés, tehát mit tudom én itt mondjuk az iOS meg az Android sem azért jobb X telefonnál, mert jobb a hardware, hanem azért jobb, mert az a két szoftver az olyan jól van megírva. Ez ugyanegy igaz a konzolokra is, tehát egy bizonyos szinten túl már mindegy a hardware, a kihasználtság a lényeg. De egyébként örülök, hogy felhoztad, én kezdetől fogva ezt akartam felhozni, ezt a mobiltelefonos dolgot, vonalat, mert azért manapság már nagyon ritkán fér egy handheld az ember életébe. Tehát most gondolj bele, otthon van egy számítógépem, ide bejövök, itt van egy számítógép, amin mondjuk dolgozok, van még egy laptop, ha esetleg kellene, van még mellett egy iPhone, most én emellé, hát én hova, melyik időpontra vegyek egy handheldet, én nem is, tehát tényleg már egyszerűen, tehát így, most ez nem azt akartam mondani, hogy senki ne vegyen, csak én például nem tudom elképzelni, hogy hol félne be. Egyelőre csak Japánban jelent meg a készülék, tavasszal fog megjelenni az Egyesült Államokban és Európában. Ez fog-e jelenteni vajon előrelépést a készülék eladásainál, hiszen például a 3DS azért úgy, ahogy összeszedte magát, a 4 millió eladott példány sikerült elérni, mondjuk elég sok ideig tartott a dolog. Én nekem van egy ilyen érzésem, hogy hasonló tendenciát fogunk látni az amerikai és az európai eladásokban. Az első néhány hétben a fanatikusok meg fogják venni, de nagyon sok ember ki fogja várni azt az elkerülhetetlen árcsökkentést, ami a 3DS-nek is meghozta azt a sikert. A 3DS-nek is meghozta a sikerét, illetve az összes nagy konzolnak azt hozta meg igazán, mert azért 300 euróért vagy 300 dollárért még kincse kapkodnak egy ilyen készülék iránt. Bármilyen sokat is tud. Szerinted mennyi lenne az az ár, vagy mekkora lenne az az ár, amennyiért megérni a PS Vita azonnal? Tehát most itt 100 000 forint körüli árról beszélünk. Mennyi lenne az az ár, amiért azt mondanád, hogy na nekem is kéne? Hát én annak idején vettem Nintendo DS-t, úgyhogy végül is azért nem áll annyira távol mégsem. Talán mondjuk most pont ezzel megcáfolom az előző mondandómat, de jó, mondjuk akkor még talán nem, mindegy, nem volt annyi dolga, mint most. A lényeg az, hogy én azt mondom, hogy fele, 40-50, én azt mondom, lehet, hogy ez most nagyon drasztikus hangzik, és a Sony-nál, hát most nézzük, hogy... De én akkor is ezt mondom, sajnálom, én addig nem hiszem. Bocsi? Természetesen. Ez a 40-45 ezer forint szerintem ez egy elfogadható ár azért a teljesítményért, amit a PS Vita nyújt. Utolsó és fontos kérdés, időnk mennyi? Kinézünk itt az operatőr kollégára, van még. Nagyon jó. Utolsó és a legfontosabb kérdések egyike, mennyire tud együtt működni, együtt létezni majd a Vita a PSP-vel szerintetek? Semmennyire. Tehát meg fogja ölni egyik a másikat? A Vita meg fogja ölni a PSP-t. Tehát pont most kaptunk egy sajtóközleményt a Lego Batman 2 szuperhősös játékról, és ott föl volt sorolva, hogy milyen platformokra fog megjelenni, és a PSP bizony már hiányzott. Megjegyzem, az összes Lego játék PSP-be megjelent. Sajnáljuk, hogyha a PSP eltűnik a... De a PS Vita ott volt. Jó, tehát sajnáljuk, hogyha a PSP eltűnik a PSP Vita javára? Hát én nem igazán, nem felségesen keseregni, ez az életrendje, ez teljesen normális, hogy az előző termékpalettájukat kinyírják a következővel szándékosan, ez van. Jövő karácsonykor, egy jövő új évben ilyenkor majd megvizsgáljuk, hogy a PS Vita valóban siker lett-e vagy nem. Körülbelül egy év kell majd, mire ez kiderül. Ugye a 3DS esetében is Satzper kb. Egy évről volt szó, mire a 4 milliós álomküszöböt sikerült elérniük. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és azért kívánom, hogy mind a ketten kipróbálhassátok, sőt, mind a négyen kipróbálhassuk a PS Vitát, akik itt vagyunk a stúdióban. Amint ez megtörténik, úgyis megmutatjuk nektek itt a GameStar televízióban. Sziasztok, találkozunk februárban.